mai videóban arról fogunk egy picit beszélni, hogy milyen általános mintákat produkálnak, milyen általános viselkedési mintákat produkálnak, vagy produkálhatnak a különböző összetett rendszerek. És ezek közül az első, az talán az exponenciális növekedés. Hogyan jut el valami, hogy exponenciális növekedési mintát produkáljon, vagy exponenciális növekedési mintaként viselkedjen? Ugye ez általában olyan esetekben következik be, amikor van két mennyiség, és mind a két mennyiség egy pozitív kapcsolaton keresztül függ egymástól. Tehát itt azt kell elképzelni, hogy például ugye általában a populációk, vagy a lakosságok azt egészen addig, amíg a környezetük határait nem kezdik feszegetni, addig általában exponenciális növekedést követnek. És ez azért van, mert egy populációnak a leírásához szükséges változóknak a száma az 2. Ugye, hogyha csak egy ilyen vágóképet szeretnénk valahonnan, az idővonalról, bármelyik pillanatról, akkor az persze csak egy érték, az csak az adott esetben annak a népességnek az értéke. Ugye az egy szám. Ellenben ahhoz, hogy megértsük, hogy egy dinamikus rendszerekről beszélünk, ezért ahhoz, hogy megértsük ennek a számnak az időbeni változását, ezért szükségünk van egy másik számra is, és pedig ennek az egységnyi időre eső nettó változására. Az azt jelenti, hogy ez a növekedési, vagy éppen a csökkenési ráta. Ugye ezt a valós rendszerekben, amikor népességeket tanulmányozunk, akkor általában szét szoktuk bontani egy csak pozitív folyamatra, ami ugye lesz a születési ráta, és egy csak negatív folyamatra, ami lesz az elhalálozási ráta. De az egyszerűség kedvéért most akkor ezt a kettőt egyesítsük, és tekintsünk úgy rá, mint egy nettó népesség változási ráta. És persze, hogyha ugye itt mint a differenciál egyenleteknél is a határhelyzeteknek a tárgyalása sokkal összetettebb, mint az általános helyzetnek a tárgyalása, úgyhogy tételezzük fel azt, hogy nem vagyunk nagyon közel a nulladik időpillanathoz, tehát a szimulációk kezdetének a pillanatához, hanem valamikor tetszőleges lépéssel utána vagyunk. És akkor az elején ugye, hogyha van egy kezdeti népességünk, például egy bizonyos szám, egy bizonyos pozitív szám, 10 vagy valami ilyesmi, nem tudom, és hogyha a nettó növekedési rátánk az pozitív, egy pozitív szám, akkor azt jelenti, hogy a következő időintervallumban, a következő lépésben akkor 10-nél több egyed lesz a népességben. Ugye, és általában ezt a növekedési rátát, ezt nem egy konstansként szoktuk megadni, hanem egy százalékként, a mostani népességek egy százalékaként. És ez azért van persze, mert ahhoz, hogy a népesség növekedjen, ahhoz figyelembe kell venni, vagy hogy a
fontos növekedését megállapítsuk, ahhoz figyelembe kell venni a mostani népességnek a méretét. Na és akkor eljutunk oda, hogy valójában ugye egy a népességnek a növekedési rátája függ attól, hogy mekkora a mostani lélekszám ebben a népességben, de persze, hogyha nagyobb a lélekszám ebben a népességben, akkor a növekedési ráta is nagyobb lesz. Tehát egy népesebb országban több ember születik, hogyha ugyanakkor a születési rátát feltételezünk, mint egy kisebb országban. És akkor ennek a két, hogyha elképzeljük ezt a két változót, és mind a kettőjük között van egy ilyen pozitív kapcsolat, akkor a két változónak az egymásra való kifejtett hatásából az következik, hogy exponenciálisan fog növekedni mind a népesség, mind a nettó növekedési, vagy a nettó népesség változási ráta. És akkor ez az exponenciális növekedés, ugye, az egy ilyen alakú görbét fog rajzolni, és azt jelenti, hogy időlépésről időlépésre a népességhez hozzáadott egyedek száma az egyre nagyobb. Ugye sokszor sok ilyen, nagyon-nagyon sok ilyen tulajdonság jelenséggel és rendszerrel találkozhatunk az életben, de általában mind ahhoz vezethetünk vissza, hogy az emberi népesség az exponenciálisan növekedik. Vagy ugye a gazdasági rendszerekben ott a kamat intézményére vezethető vissza, mert ugye gyakorlatilag a kamat az egy nettó pozitívan meghatározott növekedési ráta. És akkor, hogyha van egy pénzösszeg, ami lenne a népesség, annak, hogyha kamatot számítunk fel, akkor az egy meghatároz egy bizonyos időegységre, például egy évre szóló nettó növekedési rátát. És akkor ezáltal, amikor azt a kamatot hozzá csatoljuk a letétbe helyezett pénzösszeghez, vagy éppen a kölcsönbe felvett pénzösszeghez, akkor ugye maga a népesség, az a pénzösszegnek az értéke is fog változni, és a következő évben a kiszámolandó kamat az ehhez az új értékhez fog csatolódni, nem pedig az eredeti értékhez, ugye. És akkor ezáltal, hogyha kellő hosszú ideig végezzük ezt a szimulációt, ezt a kísérletet, akkor a letétbe helyezett összegnek az értéke az folyamatosan fog növekedni, és pedig évről évre nagyobb mértékben fog növekedni, és ez az exponenciális növekedés. A másik ilyen egyszerűbb típusú rendszer, ez a célkereső rendszer, és pedig matematikailag leírva, ez egy, ugye az exponenciális növekedés, az csak valóban matematikailag is egy bármilyen exponenciális összefüggés. Ugye, tehát egy bizonyos szám, lehet az pontosan az Euleri szám, valamilyen pozitív hatványra emelve. Valamilyen egynél nagyobb pozitív hatványra emelve. És célkereső viselkedésmód az pedig egy negatív hatványra van ez a szám. Azaz, ugye a negatív hatvány az csak egyszerűen annyit jelent, hogy elosztunk egy bizonyos konstans értéket ezzel a
pozitív hatványra lehet számítani. És akkor ugye az azt jelenti, hogy van egy ilyen ökölszabály, hogyha rajzolunk egy grafikont bármilyen függvényről, és azt elosztjuk, tehát meg akarjuk vizsgálni, hogy milyen a függvények fordított értéke, ugye a reciprok értéke az az 1 per a függvény, akkor az annyit tesz, mint hogyha egy 45 fokos egyenesen, egy 45 fokban elképzelt egyenesen keresztül letükröznék a függvényt. És akkor ugye egy ilyen típusú függvénynek egy 45 fokos egyenesen keresztül készített képe az egy ilyen típusú függvényt fog eredményezni, ami ugye kinézetben hasonló a logaritmus függvényhez. És az ilyen célkereső rendszerekből is rengeteg példa van. Ez általában azt jelenti, hogy minden lépésben megvizsgáljuk a mostani állapotunkat, és van egy cél, van egy állapot, amit el szeretnénk érni. És akkor elvégzünk valamilyen intézkedést, ami ehhez az új állapothoz minket közelebb visz. És akkor utána elvégzünk egy másik intézkedést, és ez ehhez az új állapothoz minket újra közelebb visz. És az az érdekes tulajdonsága van a természetes rendszereknek, hogy az elején, hogyha ez a diszkrepancia az általunk kívánt állapot és a jelenlegi helyzetünk között nagyon nagy, akkor gyorsabban tudunk haladni a kívánt cél felé. Tehát ugye bármilyen lépés az nagy út megtételének fog megfelelni. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogyha például ezek a típusú rendszerek gyakran vannak jelen a gyártási rendszerekben, vagy az ilyen hiba kiküszöbölési rendszerekben, vagy olyan fizikai rendszerekben, ahol egy bizonyos hatékonyságot üldözünk, és folyamatosan hatékonyabbak szeretnénk lenni. Például, hogyha vesszük ugye egy bizonyos gyártósoron a hiba kiküszöbölés folyamatát, akkor azt hamar be lehet látni, hogy a legelső nagyon nagy hibákat azokat viszonylag hamar ki lehet szúrni. És akkor ezáltal a gyártósoruk hatékonysága az egy nagyot fog ugrani. De persze, hogyha 100%-os hatékonysággal vagy 100%-os pontossággal szeretnénk működni hibák nélkül, akkor utána, miután megkaptuk ezeket a nagyon egyszerű hibákat, amikben feltehetőleg véges számú van, akkor utána a következő hibához már esetleg egy picit több energiát kell befektetni, és ezért hosszabb időbe telik a megtalálásuk. És akkor ezáltal a rendszerünk hatékonysága az kezd egy picit ez a szög, amiben elindult a hibakeresés folyamata, ez a szög egyre kisebb lesz, és akkor kezd egy picit ellaposodni. És akkor ugye a végén, amikor már nagyon-nagyon közel vagyunk ahhoz az optimális 100%-os értékhez, vagy bármilyen értékhez, ugye ez a lényeg ennek a célkeresésnek, hogy a cél az bármilyen érték lehet, és amikor már nagyon közel vagyunk ahhoz az értékhez, akkor már nagyon nagy erőfeszítésbe telik, ami ugye úgy fordítódik le a dinamikus rendszerünk esetében, hogy nagyon sok időbe telik,
megkapni az új hibákat. Mert ugye ezek a hibák már annyira kis eltérések a tökéleteshez képest, hogy folyamatosan a mérési módszereinknek a precizitását, az eljárásainkat folyamatosan kell javítani, és akkor egyre nehezebb lesz ezeknek a egyre kisebb hibáknak a felfedezése. Vagy ugyanígy, amikor valaminek a hatékonyságát, egy bizonyos technológiának a hatékonyságát szeretnénk egyre inkább növelni, akkor az elején ugye vannak ezek, angolul van ez a kifejezés, hogy a low hanging fruit, ugye vannak azok az almák, amelyek lent vannak az almafánk alsó ágai. Ezeket az almákat viszonylag egyszerű leszedni. De hogyha leszedtük ezeket az almákat, és folyamatosan szeretnék az almákat enni, akkor egy idő után fel kell mászni a fára. Sőt, egyre magasabbra kell mászni a fára, ahhoz, hogy a legelején ugye ugyanazok az almákat, amelyek az alsó ágakon voltak, elérjük. Tehát egyre több erőfeszítés be fog kerülni a célnak az elérése. És akkor ezek a típusú rendszerek, ezek a célkereső rendszerek. És akkor a következő két típus az ezeknek az exponenciális növekedésre alapozó és a célkereső rendszerekre alapozó alkomponenseknek az összetételei. És pedig a logisztikus növekedés, vagy az S-görbe alapú növekedés, illetve az oszcilláló rendszerek. Az ilyen S-görbe típusú növekedést produkáló rendszerekben, amiket egyébként úgy is hívunk, hogy diffúziós rendszerek, vagy sokszor logisztikai növekedés, azokban általában az egy olyan exponenciálisan növekedő rendszer, ahol van egy ilyen terhelhető képesség, vagy elbírási kapacitás a rendszerben. És ezt nagyon gyakran vesszük észre, ugye az első híres példa ez a közlegelők tragédiája, ez a Tragedy of the Commons, amikor elvileg növekedne a júnyáj, a népesség, de van egy véges számú táplálék, tehát egy legelő méret. És ez nagyon sokszor egyébként azért hívják diffúziónak, mert az újítások, a technológiai újításoknak a bevezetésénél tapasztalhatjuk meg nagyon gyakran, mert ezt úgy kell körülbelül elképzelni, hogy a rendszer valójában exponenciálisan növekedne, de aztán később van egy másik folyamat, ami ezt az exponenciális növekedést szabályozza. Tehát egyre nehezebb lesz ezt a növekedést fenntartani, sőt, akár elérni. És ezt úgy is lehet elképzelni, hogy például kitalálsz egy új terméket, kitalálsz egy akkora innovációt, ami leváltja a telefont, és ez ilyen telefon 4.0-át, az elején, hogyha valóban a termékednek nagyon nagy az előnye a meglevő telefonokhoz képest, akkor mindenki lassan kezdi megvenni őket. És akkor az elején tényleg egy ilyen exponenciális növekedést
észlelhetünk. És itt ugye, amit mondtunk, hogy az exponenciális növekedésnek valójában két mérőszáma van, ebben az esetben a két mérőszám az lenne azoknak az embereknek a száma, akik birtokolják ezt, és akkor azoknak az embereknek a száma, akik ezt a következő időintervallumban, a következő lépésben megveszik. És ezt általában úgy hívják, hogy ez a word of mouth megerősítési ciklus, tehát a jó terméknek hamar híre megy ciklus. Azaz minél többen tudnak róla, annál nagyobb lesz a generált beszélgetés erről, és akkor annál nagyobb eséllyel veszik majd meg a következő ciklusban, és akkor még többen tudnak róla, és akkor ilyen hype tulajdonképpen. Na de, ugye ez csak addig érvényes, amíg már egyszer csak mindenkinek van ilyen telefon 4.0-ása, és akkor utána már nem tud ez a diffúzió tovább haladni, mert teljesen kiaknáztuk a piacban rejlő lehetőségeket. Sőt, ugye eddig ez csak egy olyan folyamat lenne, hogy van egy exponenciális növekedés, és akkor hirtelen mindenkinek van, és akkor megáll. De ez a megállás se lesz ennyire meredek, hanem szépen ki fog simulni, mert azok az utolsó, a legutolsó kliensek, azok sokkal nehezebben megszerezhetőek, távolabb vannak a különböző okokból, azért mert távolabb vannak a terjesztés útvonalaktól, azért mert esetleg szkeptikusabbak, azért mert egyáltalán nem bíznak semmilyen technológiába, tehát sok-sok ok lehet arra, és egyre nehezebb lesz a legutolsó klienseknek a megszerzése. És ugye akkor ezt jól veszitek észre, hogy valójában ez egy ugye egy ilyen célkereső mechanizmus, egy másik működési módja, és akkor az exponenciális növekedés és a célkeresési mechanizmus egymásra tevődésével lesz ez az S alakú növekedés. Egy másik érdekes működési mód, amivel találkozhatunk, az oszcilláció. És az oszcilláció az egy olyan rendszer, amelyik egy célkeresési módban működik, tehát mindig el szeretne egy adott értéket érni, vagy ahhoz az adott értékhez szeretne minél közelebb jutni, csak vannak időeltolódások, ugye vannak ilyen delay-ek a különböző kapcsolatokon. Tehát amikor én megnézem, hogy például van egy hőmérséklet szabályozó rendszeren, és megvan a mért hőmérséklet, megvan a kívánt hőmérséklet, és a kettő között ugye szeretném a hőmérsékletet állítani. Ugye ez egy ideális rendszerben az elején nagyon nagy lenne a változás, és aztán amint közelebb kerülünk, úgy egyre kisebb lenne ez a változás, tehát egy ilyen tankönyvbeli célkereső viselkedést mutatna be ez a rendszer. Ellenben, hogyha az egyik szenzorunknak a leolvasása időt telik, akkor lesz egy eltolódás. A szenzornak a leolvasása és az irányító parancsnak a kiadása között. Tehát, hogyha van egy eltérés, egy időeltérés az között, amikor észleljük ezt a jelenlegi értéket, és amikor végrehajtjuk, és akkor persze van egy kiszámoljuk a különbséget, hogy a jelenlegi érték és az általunk kívánt érték között mekkora az eltérés, és akkor végrehajtjuk azt az intézkedést, ami ezt az eltérést hivatott csökkenteni. Lehet, hogy a közben a rendszerünk abban az irányban, amelybe elindult, már túllő a célon, és valójában már elérte azt a kívánt értéket, de mivel nem tudtuk ezt időben
konstatálni, leolvasni, ezért túl a cél. És akkor azért lesz az, hogy általában a hőmérséklet szabályozó rendszereknél, ugye mivel költsége van annak, hogy milyen gyakran olvassuk le a hőmérsékletet, és milyen gyakran végezzük meg ennek a módosítását célzó, végezzük el ennek a módosítását célzó intézkedéseket, ami gyakorlatilag meghatározza a egy idő lépésnek a nagyságát ebben a rendszerben. Ezért gyakran fellép az a jelenség, hogy ugye a hőmérsékletünk az elméletben egy vonal kellene legyen. Tehát azt képzeljük, hogy az optimális hőmérséklet ebben a helységben mindig 23 fok kellene legyen, akkor mindig azon kellene legyen a valós hőmérséklet is, egy igazán szuper szabályozó rendszer esetén ellenben azt veszik észre, hogy a hőmérséklet felmegy 24 fokra, aztán lassan csökken 22-re, akkor megint felmegy 24 fokra, lassan csökken 22-re, és akkor ezáltal egy ilyen oszcilláló mozgás keletkezik, aminek valóban az átlagos értéke az a kívánt érték, de nem tudjuk ezt a kívánt értéket tartani. És persze ez azért van, mert amikor ebben az időpontban leolvassuk, hogy most a szoba hőmérséklete 22, a kívánt hőmérséklet 23, akkor bekapcsoljuk a fűtési rendszert, és az elindul fűteni a szobát. De mire újra leolvassuk a hőmérsékletet, akkor azt veszük észre, hogy hát már 24 foknál vagyunk, ugye, ami több, mint a kívánt 23, és akkor kikapcsoljuk. És akkor lesz egy ilyen modulált back-ki kapcsolgatás, és ez eredményezi ezt az oszcilláló mozgást. És akkor azt ugye persze be lehet látni, hogy minél gyorsabb ez a kapcsolgatás, annál jobban le tudjuk redukálni ennek az oszcillációnak az amplitúdóját, azaz, hogyha minden perc helyett, minden másodpercben mérjük meg az új hőmérsékletet, akkor lehetséges, hogy már 23,1-nél észrevesszük, illetve 22,9-nél észrevesszük, és akkor ez nagyon pici lesz ez a fluktuáció. Csak persze ugye ennek költségei vannak, és ezért ezt talán nem teszünk. És akkor persze van ezeknek ez a négy fő viselkedési mód a komplex rendszerekben, és akkor vannak ennek, ezeknek a különböző összetett változatai is. Például az exponenciális növekedés, és utána túllövés a célon, és akkor utána oszcilláció, csökkenő oszcilláció, és azáltal egy célkereső viselkedésmód, és mindenféle mérnöki vagy fizikai, de ugyanakkor társadalmi rendszereknek is tulajdonsága, megfigyelhető tulajdonsága ezeknek a viselkedési módoknak valamelyike, vagy az összetétele. Ugye például sokszor hozzák fel azt, hogy vannak ezek a 7 éves vagy 10 éves több elmélet van gazdasági ciklusok, amikor ugye egy emelkedő részben van a gazdaság, utána egy csökkenő részben van, aztán bűre egy emelkedő részben van.